Szeretettel köszöntök mindenkit a mai beszélgetésünkön. A kínai orvoslás ugye 5000 éves múltra tekint vissza. Sokan úgy gondolják, hogy a kínai gyógynövénytan és a kínai gyógyításnak a biológiai része ugye a nyugati orvoslás számára még mindig nehezen felfogható. Azonban ez nem így van. A kínai orvoslás az 5000 éves természetes orvoslásnak tekinthető. Most az akupunktúra és az agycímet adtuk ennek az előadásnak, azonban a valóság az, hogy a kínai orvoslás az nem ismeri ezt a fogalmat, hogy akupunktúra. A kínai gyógyászatban tű- és moxa kezelésként fut tulajdonképpen ez a kifejezés, és a kínai gyógyász sohasem csak tűkezelést alkalmaz, hanem gyógynövényterápiát, táplálkozásterápiát, köpölyözést, ugye, moxaterápiát, tehát hőterápiát. Tehát ez egy komplex rendszer. Na most, hogy miért is kell foglalkoznunk azzal a kérdéssel, hogyha hogyan működik tulajdonképpen a akupunktúra vagy a kínai orvosi rendszer. Ez azért lényeges, mert Európában, akár talán Magyarországon is gyakran elterjednek olyan tévnézetek, hamis állítások, hogy az akupunktúra nem működik, hogy az csak varázslás. Ez egyáltalán nem igaz. Ugye előadásaimban, ahol tudok vetíteni, ott be tudom mutatni az amerikai egyetem, Cambridge, Oxfordi egyetemnek és egyéb egyetemek kutatásait, ahol a mágneses MR vizsgálatokkal egyértelműen bebizonyítható, hogy egy tűt beszúrnak mondjuk a gyomor 36-os pontba, és az agy bizonyos területein komoly anyagcsere, folyamat elváltozások láthatók szinte pár másodperc, pár percen belül. Tehát ezek a vizsgálatok egyértelműen bizonyítják, hogy igenis van hatása az akupunktúrának, és nem is kis hatása. A másik biokémiai oldalról is megközelítette az úgymond nyugati orvostudomány a kínai orvoslást, és arra az elképzelésre, illetve tapasztalati kutatásra jutottak, hogy az agyban az úgynevezett endorfinok felszabadulását vezérli igazából, vagy indítja be az akupunktúra. Na most az endorfinok, azok egy bizonyos agyi hormonok, amelyek komoly sejtszintű szabályzási folyamatokat indítanak el az emberi szervezetbe, és ezen keresztül a szervezet öngyógyító mechanizmusai lépnek működésbe. Egy bizonyos sejt csoport szintű hatás alapján. Na most ugye nincs arra most így lehetőség, hogy megbeszéljük, hogy hányféle biogénamin, agyhormon, neurotranszmitter működik ugye az emberi szervezetben, és ezeknek a működése az akupunktúra hatására teljes mértékben áthangolódik és átíródik. Tehát ezek viszont modern képalkotó eljárásokkal, mint MR, mágneses MR és egyéb, ami az már a sejtek, az agy anyagcseréjét is tudja mutatni, ezekkel mind egyértelműen kimutathatók. Az agyban maga az érzelmi sérülés, mint a képe kimutatható ilyen képalkotó eljárásokkal. És az is, hogy hogyan tudja az akupunktúra ezeket a célterületeket és ezeket a sérüléseket megváltoztatni. A másik dolog, hogy az akupunktúrának az immunrendszerre is van komoly hatása, pontosan az agyon keresztül. Mai kutatások alapján szinte biztosan kijelenthető, hogy az akupunktúrának egyik elsődleges hatása az agy. Tehát az akupunktúra az agyra hat.
az agy működés vezérlésével tudja ugye megváltoztatni a szerveknek a működését. Ugye ma még talán Magyarországon nem, de Amerikában már biztosan egy új élettani elvet követnek az oktatásban, ahol az úgynevezett agyszervek élettanát próbálják megértetni, tanítani az egyetemeken. Az agyszervek közötti kapcsolatok azok rendkívül fontosak, hiszen ugye a biológiai vezérlés ugye a szív-agyrendszeren keresztül történik, és utána az agy és a szervek között történik. Ez mind azon a szinten is bizonyítható, amikor a testben ugye Popnak, Pop professzornak voltak kutatásai a biofoton elméletről, amelyet bizonyosan sokan ismernek. A biofotonok azt jelentik, hogy ilyen foton kisugárzása van a sejteknek és a szerveknek. Na most a biofoton elmélet azonban kiegészítődött, és mai napság ugye azt tartja a tudomány, hogy az emberi testnek infravörös kisugárzása és úgynevezett rádiófrekvenciás kisugárzása is van. Tehát amit ugye nagyon durván elektromos, elektromágneses térnek próbálunk nevezni. Ugye az emberi testnek ez az elektromágneses infravörös kisugárzása, ez nyomon követhető és térképezhető. Na most pontosan ezen alapulnak bizonyos elektroakupunktúra vagy elektromágneses akupunkturális hatások. Tehát az agy és a szervek vezérlési rendszere az tulajdonképpen egy törvényszerűségként leírható. Például, csak két példát mondanék, ugye vetíteni nem tudunk, ott szépen lehet látni, hogy hogyan vezérlődik az agy által, például hogyan vezérlődik a májnak a működése. És amikor ezek a vezérléseket az ember lerajzolva látja, akkor már érthetővé válik, hogy miért mondja a kínai orvos azt, hogy a máj az immunrendszernek jelentős szereplője. Vagy miért mondja azt, hogy a vese, mellékvese és a pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy és az idegrendszer az egymás közvetlen vezérlése alatt áll. Ezért ugye a kínai gyógyászatban, hogyha immunológiai problémák megoldását tekintjük, akkor ugye a máj működést is tekintetbe veszik. Ugyanúgy a pajzsmirigy, például egy pajzsmirigy túlműködés, hipertireózis, a kínai orvos mindenképpen vesepontokat, vese mellékvese, bár hogy a kínai orvoslásban az egy, vese és mellékvese pontokat használ a kezelésre. Pontosan ezért, mert ez a rádiófrekvenciás vezérlés, vagy elektromágnesesnek is lehetne durván nevezni, vezérlés pontosan ezen a szinten megy létre. A szervezet fölírható úgynevezett kibernetikai rendszerként is. Ugye az emberi szervezetről azt tartjuk ma, hogy az egy disszipatív rendszer. Energiát termel, energiát vesz föl, és energiát ad le. Tehát föl is vesz, és le is ad. De egy nyitott rendszer, tehát nem egy zárt rendszerről vesz, és ez a nyitott rendszer funkció biztosítja azt, hogy a szervezet élni, működni tudjon, de ugyanakkor beáll benne egy egyensúly. Tehát ez a disszipatív rendszer egyensúlyt tart fönn. Na most amennyiben ez az egyensúly megbomlik, úgy lásd ötelemtan, ugye az ábrája, vagy a szabályzó gátló körök, abban a pillanatban alakul ki tulajdonképpen a betegség. Tehát a betegség nem más a kínai orvoslás szerint, mint az egyensúly tartós fölbomlása, amit már ugye nem tud a szervezet kompenzálni. És ebben a vezérlésben ugye az agy egy alapvető szerepet játszik. Tehát az agy és a szervek élettana és kortana az, amit a kínai gyógyászat használ. Hát ez nagyon jó. Amikor most ide fordultál én hozzám, én akkor kérdezek tőled. Tessék. Hogy mit tudunk azért tenni, hogy
ez bekerüljön itt a mi kultúránkba is, ez a tudás. Hogy segíteni tudja a mi életünket is, amikor elmegyünk a körzeti orvoshoz. Hát a körzeti orvos az ugye vagy képzett az alternatív gyógyászatok terén, ugye most már úgy hívjuk modern szóval, ugye Európai Uniós szóval, amit én nem nagyon szeretek, de el kell fogadni, ez a komplementer medicina. Nem szeretem ezt a szót, de ezt használják. Ugye ez a hivatalosan elfogadott álláspont. Nyilván nem jó kifejezés, tehát vagy képzett ezen a téren, amelyre természetesen minden orvosnak lehetősége van, hiszen ma nyitott működnek ezek a nyitott rendszerek a homeopátiában, a kínai orvoslás oktatásban, a Pécsi Egyetem, Egyetem orvosok számára minden évben nyit oktatási lehetőséget, 3 éves kínai orvoslás, akupunktúra képzést. És te ott tanítasz. Így van, oktató csapatnak vagy gárdának a tagja vagyok. Minden évben 80-90 orvost tudunk képzünk tulajdonképpen ezen a területen. Hát úgy gondolom, hogy ez nyitott út, lehet erre jelentkezni. A másik út, ha valaki nem orvos, akkor ugye az ETI-ben ugye az lehetett jelentkezni, és ott lehet akupresszúra szakképesítést szerezni jelenleg is. Ugye ő természetgyógyászati vonalon kapja meg. De természetesen valaki csak önképzésre, vagy önellátásra, vagy akupresszúrát ugye szeret tanulni, erre is rengeteg lehetőség van. A gond tulajdonképpen ezekkel a dolgokkal sok esetben az, hogy a kínai orvoslásnak a komolyabb betegségeknél a kínai orvoslás mélységeit is jobban kell ismerni. Például ismerni kell azt az élettani elvet, amit a kínai orvoslás például az immunrendszerről tanít. Most ez a tanítás homlokegyenest ellenkezik azzal az elvvel, amit ma a nyugati orvos alkalmaz. Tehát antibiotikum adás az gyakorlatilag a krónikus betegségek irányába tolja az immunrendszer. Az antibiotikumot adni lehet, de csak életmentés céljából és indokolt esetben. Azaz bizonyított bakteriális és egyéb dolgok esetén. Az, hogy megfáztam, és rögtön kapok egy antibiotikumot, az az eljárás helytelen. A másik út, ami nagyon veszélyes, az állatok tartásának a problémája. Hogy minden csoportnál ma alkalmaznak antibiotikumokat, például az állattenyésztésben, mert ezek hízlalnak, nagyobb tömeget adnak, és bizonyos védelmet is. És ez mivel tele vannak ezekkel a szerekkel, azok az élelmiszereink, amelyeket megkapunk, vagy hormonozzák az állatokat a nagyobb húshozam érdekében, ezek mind-mind bekerülnek az emberi szervezetben, és ugyanúgy hatnak, mintha én egy hormon tablettát ennék.